Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyok én Ede, és elvileg ez lett volna a Csodálatos Pókember utolsó része, ami az is lesz mindjárt, viszont ez az idétlen Steam forgatás alatt, ugyanis az előbb leforgattam a részt, forgatás alatt valami frissítés jelzett ki, ezzel lefogyasztotta a teljes gépemet, és ezzel a Csodálatos Pókember játék pedig úgy vélte, hogy végig van játszva, és nem tudom, hogy vagy letörölt a mentés, vagy nem tudom mi lett. És én most még egyszer nem fogom addig végigjátszani, és az rettenetesen sok idő, és meg volt ígérve, hogy mára lesz új rész. És épp ezért pedig pár videót letöltöttem az internetről, amiben végigjátszák az utolsó részt. És letöltöttem 100%-os mentést, ami aztán a következőket fogja mutatni. Úgyhogy lehet nem ez lesz az utolsó rész. Tehát a videóknak a linkje ott lesz a leírásban, és előző, még egyszer sajnálom, hogy ezt kellett folyamodnom, viszont most nem tudtam más csinálni. Akkor kezdjük is, én csak rá fogok beszélni. Na, tehát itt jöttünk. És ugye ez benne volt az előző részben, hogy itt végigment, most egyébként más a skin is, és a videóját pedig köszönhet a Raymond Gaming HD-nek. Ez egy angol csatorna. A videók most pedig az Xboxon vannak játszva, tehát azért nem látjátok, hogy a bal klikket kell nyomogatni, vagy ilyesmik mutálódik a hangom, nem baj. Na, és ugyebár itt hagytuk abba az előző részben, akkor lássuk, hogy mit kell csinálni. Words, Connors, with syllables. The toughest fights are always with the ones closest to you. I know you're in there, Doc. Na igen. Tehát a lényeg az volt, hogy ezt a kis szörnyet oda a sarokhoz kellett csalni valahogy. Utána pedig kellett hálókat szűrni rá, vagy mindenféle. Itt a bal és a jobb klikket kellett össze-vissza nyomogatni, ugyanis a jobb klik az a, ugye a kitérés a támadások elől, a bal klik az pedig a támadás volt. Utána pedig ide tudtuk hozni a csávába, a csapdába, utána visszajöttünk ide, itt E betűt kellett nyomni, és itt pedig bal klikket kellett gyorsan kattingatni, és ezeket le kellett szedni. És ezt meg kellett még csinálni egy párszor. Igen. Még egyszer oda megyünk. És ennyi. Lenne az egyik része a boss fightnak. És utána pedig most átjönk egy másik skinre, most egy másik videóra. Ennek gyengébb egy kicsit a minősége, de hát most majd lehet tenni. Utána itt kellett végigmenni. Azért választottam plusz még ezt a videót, ugyanis ebben pont a mi skinünk is volt. Tehát ez a normális piros kék Pokémon skin. Ezzel játszottuk mi is végig a játékot. Jó, akkor úgy csinálok, mint a most én játszanám. Uha. Mondjuk ezeket én már láttam egyszer az előbb. Remélem ezek nem támadnak meg minket. Na lássuk csak. Na, lemegyünk. Húha. Épp ezért pedig most még bunz az, hogy jobb a grafika is, ugyanis ugyebár Xboxon játszódik, és abban nincsen külön ilyen grafika hibák. Na, itt volt egy kis vágás, igazság szerint ezt kell csinálni, amit most itt csinál a gyerek, hogy ott kell hálóval lövögetni ezt a kis panelt, és utána kell ütögetni Connorsot, itt a lizard formában. Viszont most nem tudom, miért nem üti. De egy végül is. Ezután pedig ide ráncsuk. És itt kell megint nyomogatni. Itt nekem a bal klikket kellett.
Aztán ledob egy párszor, de aztán sikerülni fog a végére. Na, utána még egyszer ugyanazt kell csinálni. Közben itt kitér előle, meg normálisan játszik. Most ilyen nagyon sajnálom, most nagyon rossz kedvem van ez miatt, hogy most tényleg élveztem is a játékot akkor, és az a hülye Steam pedig előjött. Istenem. De nem tudom, rejtés mondom, valahogy letörődött a mentés is. Tehát amikor újra indítottam a gépet és bejöttem a játékba, akkor nem volt mentés. Na, itt sikerült, most ledobtuk oda, és felkényeztük Connorsot. Ez jó, ha azt mondja, hogy annyira hasonlítunk az apánkra. Ő első nagyon kedves volt és jó volt. Na most itthon vagyunk. És itt van Gwen is. És itt állt le nekem a felvétel. Pont itt. Tehát felvette rendesen 7 percet, 8 percet. Ja, az émet beraktam volna, de hát... azt így a Windows, hogy sérült a fájl. Na, mi ez? Micsoda? Ne hülyéskedjenek, akkor mégse ez lesz tényleg a vége. Ezt még nem láttam. Csak letöltöttem. És beraktam ide a szerkesztőbe. Na most átjöttünk a másikra, és itt van a stáblista. Akkor köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Még nincs vége, ugyanis most megvárjuk a stáblistát, ugyanis tudjátok, hogy ez nálunk szokás, így hogy megnézzük azért, hogy ki készített a játékot. Azért mondanék néhány hírt így a hétről, tehát ugyebár tudjátok, hogy ezen a héten most sikerült, megvan a 3000 feliratkozó, és már készítsük is a videót, egy részen már megvan. Viszont más videó nem hiszem, hogy nagyon lenne, ugyanis most pénteken van nekünk a ballagásunk a 8. osztállyal, és arra kell csináljuk én egy ilyen extra kis videót, és azzal még sok munka van, még el se kezdtük, és péntekre kész kell legyen, tehát egy ilyen összeállítás, hogy mi volt a 4 év alatt nekünk, ugyanis 5-8-ban más osztály volt, mint 1-4-ben, és... azzal kéne foglalkozzak, most még feltöltöm ezt a videót, még feltöltök egy első látásra gameplayt, azt hiszem, azt nem biztos, és a 3000 feliratkozós pedig mondjuk úgy minél hamarabb megpróbálom feltölteni, nem ígérhetek arról semmit.
ennyi is lett volna nagyjából, ami ilyen fontosabb hír. Akkor köszönöm, hogy megnéztétek ezt a végigjátszást, és ismét sajnálom, hogy más videóját kellett lenyúlnom ehhez. Viszont, tehát kreditet adok, tehát itt van leírásban, nézzétek meg a videókat, az eredeti feltöltővel, és iratkozzatok fel rájuk is, ha gondoljátok, és szeretitek az amerikai gameplayeket, vagy végigjátszásokat. Na, akkor nagyjából ennyi is lenne, még van egy pár perc stáblista. Itt vannak a voice overs, tehát kikadták a hangjukat, mindenféle személyiségek vannak itt, és közben háttérben pedig ott New York, azt hiszem New York. Tehát igen, végül is most ismétlődik, de hát ez van. Mint látjátok, rengeteg ember dolgozott ezen nagyszerű kis játékkal, ami ugyebár 22 része alatt került fel, de még mindig lehet, hogy nincs vége, ugyanis ahogy letöltöttem a 100%-os mentést, úgy kaptam egy 13. fejezetet, amit szerintem ezután kapom meg, utána a stábistát megnéztük, viszont a stábista után azt hiszem még van egy cutscene. Kéne, hogy legyen az ilyen játékokban, amik ilyen hosszabbak. Lássuk csak. Akkor ugye már itt taxik is vannak, akkor az Activision Publishing. Akkor most érdekes, hogy nem jött e-mail itt a beszélés alatt. Tényleg. Hát igen. Most nem tudom, mivel üthetném el az időt még. Bementem Facebookra, most van 3 értesítés. Lássuk csak, igen, lájkoltak. Na jó. Igen, mert megosztottam Facebookon, és megjött a 3000 szab. Feliratkozás, követés. Hát igen. Ezt jól elmondtam. Hát igen, ilyen Asterix filmekbe lehet nézni. Jó, lássuk, lesz akkor valami. Hamarosan vége kéne legyen a stáblistának is, hogy már sokat néztünk. És már kezd unalmas lenni tényleg. Mindjárt vége van, mindjárt ne féljetek. Látjátok, hogy eltaláltam? Nem, mégsem. Óóóó. Pedig azt hittem, hogy jó az időzítésem. Ha a logók jönnek, akkor vége van. Legalábbis néha, amikor logók jönnek a stáblista végén, akkor van vége a stáblistának. Lássuk, itt betartották-e. Lássuk. Na, gyerünk! Na. A közeljövőben viszont lehet, hogy Gergő felrakja a Tomb Raider-t. Ugyanis tudjátok, neki van a Tomb Raider Underworld végjátszása. És őt is jó, ha nézitek, ő még nem annyira profi a kommentárban, de hát... Ahhoz képest, hogy én hogy kezdtem, ő profi kezdőként, mondjuk úgy. Jó. Most már igazán vége lehetne. Ezeket már itt mint láttuk, csak a stáblistát nem. Ha valakit ismertek a stáblista közül, akkor jó nektek. Ilyenek vannak, hogy Josh. Joe Dogs. Simon Phillips. Mindenféle. Nevek. Stan Lee. Ő készített a Spider-Man-t. Pókembert. Elég érdekes volt, lehet a képernyőnek a képernyő kimélő bekapcsolt, miközben itt beszélgettem. Na jó, akkor thank you for playing. Jó, akkor így zárul le a stáblista, akkor lássuk van a cutscene. Van, jó. Igen, mondták, hogy megmenekült.
Jaj, na ne, na! De valamivel harcol. Na, most mi van? Valami volt. Na, viszont ennyi is lett volna akkor ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a végjátást is. Akkor mondhatom ezt, hogy találkozunk a következő részben. Lássuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy csak ilyen freestyle repkedés. Nem érdekes. Na jó, akkor sziasztok!